Hello, sziasztok! Game Time következő epizód. Pikpak, el is röppent egy év. Itt vagyunk a 2022-es Raw férfi erőemelő magyar bajnokságon, Open kategória. Tegnapi napon volt az alsóbb súlykategóriának a versenye. Tegnap versenyzett Kalas Csaba mesterem is, nagyon szép eredménnyel gratulálok neki ezúton, és 600 kilós összetettet csinált, illetve Rudolf Máté, szintén naturál testépítésből átavanzsált kollégám erőemelésben. Ő hetedik helyen végzett, ő is nagyon szép eredményeket rakott össze, és hát eljött a mai nap, a mi napunk. Reggel lemérlegeltem, kicsit izgultam, mert a kinti mérlegen, a próba mérlegen 105,1 voltam, de a benti mérleg az, a hivatalos mérleg az kicsit lentebb van. Úgyhogy azzal megvoltam, 104 kilóra mérlegeltem be, úgyhogy most már töltök. Hát ez tavaly már bejött, úgyhogy egy kis nutellás, baraclekváros, diós tészta diák csemegével. Egyébként sokkal finomabb, mint amilyennek hangzik. Na de a lényeg az, hogy ma nekiugrunk a 105 kilós súlykategóriában a versenynek. A kezdő súlyok, amiket leadtunk, az 225 kiló guggolás, 140 kiló fekvenyomás és 255 kiló felhúzás. Ezeken kezdünk. A cél az minél előkelőbb helyen végezni a rangsorban, illetve a 700 kilós összetett megközelítése. Úgyhogy rárobbanunk a mai versenynapra, tartsatok velem! Mutassam be nektek az erőemelő edzőmet, Nesved a Tamást. Szeretném egy kicsit megszólaltatni őt is, úgyhogy kicsit mesélj arról, kérlek, hogy mit várunk a mai naptól, hogyan sikerült ez a 16 hetes felkészülésen vagyunk túl. Hogy mit várunk ettől az OB-tól, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a verseny nagyon sok meglepetést tud hozni. Itt ez a 105-ös kategóriában te indulsz, ez annyira erős jelenleg, hogy több nemzetközi szintű versenyző, akik mondjuk már például Áron, aki ugye világbajnokságon 5. helyezett lett Openban, az egy elképesztően erős mezőny. Itt egy top 5-t attól függetlenül én elvárok, és ezt szeretnénk megcsinálni. Ez egy elképesztően kemény munka lesz, és mivel nagyon hosszú a verseny, nagyon sok csoportunk van, valószínűleg több mint 4 órán keresztül fogunk versenyezni, tehát maratoni hosszúságú, és nagyon nehéz versenyünk lesz. Tudni kell az erőemelésről, hogy a vége felé, tehát amikor már a felhúzáshoz érkezünk, ott már azért megy a matek, hogy kit kergetünk bele esetleg egy olyan emelésbe, amit már elbukik, vagy mi belesodorjuk magunkat egy olyan emelésbe, amit már nem bírunk. Én már az előbb említettem, hogy 225 kg guggoláson, 140 kg fekvenyomáson és 255 kg felhúzáson kezdünk. Miből látod, hogy mennyit tudunk még benne? Abból, hogy érzed, vagy a versenyzőt ismered, vagy mikor tudsz még rákérni, vagy mi az a rizikó, amit ők beválasz, inkább úgy kérdezem. Ugye ez egy nagyon sok faktoros dolog, de nekem az a stratégiám, hogy általában a versenyzőket kergetem bele, az ellenfeleket kergetem bele egy olyan szituációba, hogy túlkérjék magát. Jó reggelt! Sziasztok! A helyi trollok. Szóval igen, az a megfelelő stratégia szerintem, hogy a másikat kergetjük bele egy olyan helyzetbe, nem pedig magunkat hajszoljuk bele egy olyan teljesítménykényszerbe, ami a versenyzőt is begörcsölteti. És esetlegesen egy bukott fogással mentálisan is összeroppantja. Minél több sikeres fogásra igyekszem törekedni mindenkivel, mert úgy gyűjtjük össze azt a megfelelő totált, amivel esetleg egy jobb helyezést tudunk elérni, és mindeközben próbáljuk úgy presszionálni az ellenfeleket, akiket szorítunk, mert ott az edző ott is nézi, hogy ők hibázzanak, tehát őket kényszerítjük hibára mindenféleképpen. Egy kis pszichés hadviselés. Egy kis pszichés hadviselés kell, de még a kultúrák, meg a sportszerű kereteken belül. 16 hetes volt a felkészülési időszakunk, ez hogy jön ki? Ez két ciklus, három ciklus? Három ciklus volt, azt hiszem, ugye? Kettő, bocsánat, hát ugye 2008 ciklusban dolgozunk, inkább csak technikailag, már hogy adminisztrációs technikailag érdekes, de igen, az utolsó 6 hetet szoktuk erősebben megnyomni, ugye, úgyhogy azok már ott nehezebbek. Igen, nekiugrunk, aztán verseny után még megbeszéljük, hogy elégedett vagy-e velem, vagy takarodjak a szemed előtt. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession. All in this possession, you got the retention. I leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. I try to play you, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep, move.
egyébként tudod, rúg rajtad egy olyat, mint az árat. Erre kell felkészülni, hogy az meg fog nyomni. Nem túl vagyunk a guggolásokon. 225-ön kezdtünk, 245-re mentünk, az még egy nagyon szép sikerült guggolás volt, aztán 250-en elcsúsztam, nagyon közel volt, nagyon grindoltam, de nem sikerült átesni a holdponton. Illetve hát szeretném elmondani nektek, hogy itt van vele Dága, kisebbik nevelt fiam, akinek ez az első olyan verseny, ahol már tevékenyen részt is vesz. Ő lapozott fel nekünk a melegítésnél, most szokja a verseny hangulatát. Ugyanis ezt most be is jelentem, hogy nyáron az első felhúzó versenyét is megejtjük, ugyanis velem együtt készül, és májusban ő is csatlakozik Nesfer a többi csapatához. Május 1-ével, 2-ával kezdődik a felkészülésed. Hogy? Miért szeretem? Miért tetszik? Igazából azért kezdtem el, mert szerettem volna változtatni a akkori kinézetemen, és gyakorlatilag egy éles stílusán nőtte ki. Ez nekem ugye nagyon célszerű volt, hiszen mindig láttam, hogy nekem akármat csinálja, úgyhogy mindig is sok. Ebben nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy mostantól együtt fogunk versenyezni. Most pedig megyünk, kicsit töltök, aztán kezdjük a nyomást, úgyhogy hajrá tovább! I'ma break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot. You got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no main boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. I don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to chain to you, say no, free me. Na hát 3 óra 30 van, és az IPF RAW erőemelő Open magyar OB-n végeztünk. Fantasztikus verseny volt egyébként, remek szervezés, minden időben volt. A hatalmas résztvevő létszám ellenére is minden szépen rendben volt tartva. Én most nagy lendülettel azt akartam mondani, hogy elégedett vagyok, de Sosem vagyok elégedett, de maradt még benne. 670 kiló lett az összetettem, ugye 700 volt a cél, picit alatta lettem, technikailag javítani kell még. És közben majdnem 60 kiló egy év alatt, amit jött. Abszolút, és amire most éppen az Árvai István elképesztő atlétánk azt mondta, hogy ez nagyon, nagyon tisztességes, és ilyenkor azért büszke vagyok rá, és azt mondta, hogy nyugodtan elkérhetem a telefonszámot majd a Mikiéktől, és beszéljünk, mert segít. Úgyhogy ezt én nagyon büszkén élem meg. Tizedik lettem. Én ugye mondtam egy ilyen top 6-ot, hogy ezt meg kéne közelíteni. A top 10 is egy ilyen húsdaráló mezőnyben büszkeségre ad okot, de valóban még sok marad benne, én úgy hát érzem. Az elkövetkező egy évet Debrecenbe töltött, ugye, hogy megígérted, mert azt mondtad, hogy ha nem vagy benne a top 6-ban, akkor nem jössz haza. Igen. Úgyhogy tehát ennyi, hogy most egy évig így majd meglátogatlak néha. Majd néha rám nézel. Nem, szerintem nagyon komoly. Mit láttál? Milyen fejlődés 20, láttál? 27 versenyző volt, és az alatta levő a 93
mínuszosban is 20 valány, ez óriási volt a mezőny. Sokkal többen voltak, mint tavaly, szerintem nagyon komoly eredmény a 10. hely. Meg hát itt azért leginkább magával versenyez az ember, és az, hogy te az első verseny után 60 kilót tudtál fejlődni egy év alatt, szerintem az csodálatos. Igen, ez egy nagy fejlődési faktor. Köszönöm most is lesz vele Tamásnak, és tényleg fantasztikus versenyt raktak össze. Egyébként meg óriási élmény egy ilyen verseny, úgyhogy én akkor is jönnék, hogyha nem lenne kinek szurkolni, bár mindig van kinek szurkolni, de így azért belülről megélni természetesen teljesen más, meg hátul a készülődés is nagyon izgalmas, de én örülök, hogy így ide csöppentünk, és remélem, hogy maradunk sokáig. Igen, és gyertek versenyezni, gyertek versenyezzetek, fantasztikus élmény, el lehet szépen kezdeni, fel kell építeni, fantasztikus versenyélményt ad, és ez tényleg egy igazán férfias sport szerintem. Mikor ott van, most az esetemben 280 kiló a földön, és odaállsz, aztán felállsz vele, hát azért az... Nem, hát hallott, hogy serken a szőr a melkasodon. Már szóval én úgy élem meg, hogy én annyira visítottam, hogy nem mertél nem felállni. Igen. Tökéletes csak ezért. Igen, de fantasztikus volt. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Aztán feljel előre. Hajrá! Sziasztok! Sziasztok!